Hoppá, egy olimpiai szint. Igen, Bence Halász Bence viccesen mondta, hogy ő akart az első lenni, de nekem sikerült. Nyilván ennek jelentősége nincsen, hogy kinek mikor sikerül. Ez volt a mai napra ez a kis apró cél, hogy 77, ez egy nagyon jó idő, viszont nem tartottam lehetetlennek, és sikerült. Mennyire dobott fel ez az egész hétvége itt az eredményekkel együtt, a közönséggel, a stadionban való versenyzéssel? A tegnapi 100 méter végén csúcsot futottam, az adott egy hatalmas nagy motivációt, hiszen amikor jó a síkformám, jól tudok átozni is. És úgy jöttem ide, hogy ezért ez egy presztízs kérdés, és tudtam, hogy Anna is és Gréti is jó formában van, úgyhogy jót kell futnom, és nekik is azért fantasztikusan jó időket futottak. De azért 12-72 az minden életem ötödik legjobb eredménye, úgyhogy azért szerintem mindent megtettem, hogy megérdemeljem a bajnoki címet. Tényleg olyan ez a mondóborítás, hogy mondják, mint a repülnél rajta? Más. Én sok mondópályán futottam már, úgyhogy én annyira nem érzem, hogy kicsit más a nevleg, ez van a téve Tokióban és az olimpián, én úgy tudom. Én nagyon szeretek mondom futni, gyorsabb pálya, és amúgy pálya és pálya között nagyon nagy különbség van ezt, aki nem sprinter vagy nem szokott szökésbe futni, nehéz elképzelni, de nagyon nagy különbség van pálya és pálya között, és ez egy nagyon jó pálya lett, ez biztos. De tudod képzelni, hogy milyen lesz, amikor a magyar közönség előtt fogsz itt futni? Már most is nagyon élveztem, hogy sokan voltak kint egy UB-hoz képest, úgyhogy én nagyon várom, és tényleg ez egy plusz motiváció, hogy ennyi ember előtt futhatok majd hazai pályán. Hogy látom, a futás mellett a sminkre is odafigyelsz, ezt tudom. Igen, szokták mondani, hogy meg kell tisztelni a versenyt, úgyhogy úgy vőfül, hogy ha jól érzed magad a bőrödben, akkor a pályán is jól fogod magad érezni. Nekem ez egy ilyen kis kikapcsolódás, hogy indulás előtt leülök, megcsinálom a sminkemet, és olyankor én már senkinek nem veszem fel a telefon. Jó, nyilván Bencinek lehet, vagy anyukámnak, vagy Lacibának, nők a kivételek. Ez egy ilyen kis rituálém része, hogy most is ugye lila új szethez, hogy mi passzoljon. Én szeretem ugye részletekre odafigyelni, de amúgy a hétköznapokban edzésre általában nulla sminkbe nem megyek le, azt hozzá kell tenni.